A hétvégén mind a két NB1-ben játszó Zalaegerszegi kosárlabda csapat hazai környezetben lépett pályára. A hölgyeknél az ETE NKK a Győr együttesét fogadta, míg a férfiaknál a Zala kerámia az a Sopron gárdájával nézett farkas szemet. Az eténél ezen a mérkőzésen debüdált az új vezetőedző a szlovén Milos Porár. A zöldmezes és a fordulóik százszázalékos Győr Zalaegerszegen is szerette volna folytatni jó sorozatát. Ám meglepetésre az igen szervezettel játszó ZTE kezdett jobban. Alig három perc elteltével már 8-1-re vezettek a hazaiak. Ezek után ugyan egy 8-túlás futással fordított a győr, de a negyed hajráját ismét az alaiak bírták jobban, és 25-16-ra vezettek. Sőt, a második negyed elején nagy triplájával már 10 pont felett is mentek az etések. Ezek után azonban belelendült a vendégek irányítója Rádocsáj. A szerb játékos 8 pontot szerzett ebben a negyedben, és a nagyszünetben már csak 3 egység volt a differencia. A fordulás után az addig jól semlegesített Vajda is felé lett. A válogatott center 13 pontot, közte három triplát szort ekkor. Sőt, a negyed végén reklamálás miatt Gál Tamást kiállították a játékvezetők. Így nem csoda, hogy a harmadik etap zárásakor 58-57-re már a győr vezetett. Kélezett küzdelem várta át a csapatokra az utolsó felvonásban. Sokáig fejfej -fej mellett haladtak a csapatok, ám a hazai oldalon kell a legjobb pillanatokban dobott két triplát. Így három perccel a vége előtt már tíz ponttal vezetett az ZTE. A hátralévő időben a vendégek faltokkal próbálkoztak, de fordítani már nem tudtak. Az ZTE NKK nagy meglepetésre 79-74-re legyőzte a győr együttesét. A hölgyek után már az új vezetőedzővel érkeztek az etés fiúk a parketre. Milos Porár szerette volna győzelemre vezetni csapatát első mérkőzésén a kékvezes Sopron ellen. Az első negyed gólszegény játékot hozott, aminek a végén 17-15-re a vendégek vezettek. A második etapban viszont remekül védekezett az ETE, és több távoli sikeres kosárral a nagyszünetben már 10 ponttal ők álltak jobban. A harmadik negyedben is sokáig még tartotta előnyét az alai csapat, a hajrára azonban ismét előjöttek a hibák. A több eladott labda és rontott dobás révén a záró játék részre már csak két pont forja maradt az egerszegieknek. A negyedik negyed elején aztán eldőlt minden. Borisov vezérletével 9 túllával indított a Sopron, és megfordította az állást. Az ETL hiába küzdött becsülettel, a rengeteg hiba miatt nem tudott feljönni. Így idén már a hatodik vereségét könyvelhette el a csapat. A végeredmény Zala Kerámia ZTE, Soproni KC 6774.